A küvé egy 2-től 4 játszható társasjáték, amelyben a játékosok borászatokat vezetnek, és 6 éven, azaz 6 fordulón át igyekeznek azt világhírűvé tenni. A játékot a legrangosabb borászattal rendelkező játékos nyeri meg, azaz akinek a játék végére a legtöbb presztis pontja van. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, és a képernyőn látható sok-sok játékelemet. Készítsük elő a korona, a korosodás és a mikroklíma jelölőket, a fehér illetve vörös borlapkákat válogassuk szét típus szerint. Az időjárás jelzőkártyákat keverjük meg, és alkossunk belőlük egy képen lefelé forított paklit. Hasonlóképpen az eseménykártyákból is alkossunk egy képen lefelé forított megkevert paklit. A négyféle épületkártyát válogassuk szét, és a bal felső sarokban látható értékek alapján rendezzük azokat növekvő sorrendben. Ezek képpel felfelé kerülnek a játéktérre. Az északtáblákat helyezzük Tavasz, nyár, ősz 1, ősz 2 és tér sorrendben a játéktérre. 3, illetve 4 fős játék esetén a két mezős oldalra lesz szükség. Két fős játék esetén azonban a másik oldalt kell használni, ahol egy mező van. A parcellakártyákat keverjük meg, és minden mezőre rakjunk egy-egy azonos betűs kártyát. Ez A, B vagy C lehet. A parcellakártyák két oldalasak, arra az oldalra lesz szükség, ahol az alsó borfajta a félkövéren kiemelt. Tehát ezzel az a felfelé kell minden kártyát lehelyezni. Két fős játék esetén pedig a két szélső oszlop nem lesz használatban. Ezt a táblán látható ikon is jelöli, tehát legalább három fős játék esetén lesz szükség az összes mezőre. A megmaradt kártyákat helyezzük vissza a játék dobozába. A nagybani borpiacra egy-egy fehér, illetve vörös bor kerül. Ezeket válaszok ki szerűen Dobjunk egy dobókockával, és a megfelelő fehér bort rakjuk a nagybani borpiacra. Küvé semmiféleképpen sem kerülhet ide, és ugyanezt tegyük a vörös borokkal is. Tehát dobunk a dobókockával, a megfelelő sorszámú bor kerül oda, jelen esetben egy tramini és egy portugízer. Az évszámjelölő kerüljön az évsáv első mezőjére, minden játékos magának egy-egy játékos szint, ez fehér, fekete, szürke vagy rózsaszín lehet, és vegye magához a megfelelő színnel ellátott három pincerészes táblát. Ezekbe egy-egy ilyen pincéjelölőkoron kerül egyes, es 2-es, 3-as jelöléssel. Mindenki vegye magához 2 mikroklimajelölőt, és mindenki vegye magához egy pontozó táblát. A fönti része a pénz nyilvántartására szolgál. A tízesek sorába a nulla mezőre, az egyesek sorába pedig az ötös mezőre kell egy-egy pénzjelölőt helyezni. Az alsó rész pedig a pontok nyilvántartására szolgál. Itt is a tízesek sorába a nulla mezőre kerül pontjelölő, az egyesek sorába pedig az ötös jelölésű mezőre. Mindenki vegye magához a saját színében a hordójelölőit, a dobókockáit, a munkásait és az akcióválasztó figurákat. A játék során pedig mindenki hozzájuthat egy negyedik, illetve 5. pincerészhez is. Ezeket is helyezzük könnyen elérhető helyre. Válaszunk egy kezdőjátékost, és a kezdőjátékossal kezdve az óramutató járásával megegyező irányban haladva minden játékos választ magának egy C jelölésű parcellát. A választott parcellára le kell helyezni egy saját munkást, egy dobókockát a parcellakártyán látható értékre állítva. A C jelölésű parcellakártyákon ez a játék elején mindig egyes. Továbbá kettő hordó Ezt tehát megtette a kezdőjátékos, a következő játékos is választ egy parcellát, arra egy munkást, egy egyes értékű dobókockát és két hordót helyez. És amikor ezzel mindenki végzett, akkor fordított játékos sorrendben ezt ismételten meg kell tenni, tehát az előző képest most a szürke, a fehér, a zöld és a rózsaszín játékos ebben a sorrendben még egy C parcellát választ, és azt lefoglalja a maga számára. És ha a játékosnak a két parcellája egymással oldalszomszédos, akkor egyetlen munkás is elegendő a kettő közé, tehát nem kell mind a két kártyára egy-egy munkást helyezni. A kezdőjátékos megkapja a kezdőjátékos jelölő parafadugót, és kezdődhet is a játék. A játék 6 éven, azaz 6 fordulón át tart, és minden forduló hat fázisból áll. Az első fázis a tervezés, ilyenkor a játékosok felhelyezik az akcióválasztó figuráikat az évszaktáblákra. A második fázis az időjárás, a nem választott évszakra egy időjárás kártya kerül, és ezt majd figyelembe kell venni a továbbiakban. A harmadik fázisban a játékosok végrehajtják az akciókat az évszaktáblák alapján. A negyedik fázis az évvégi teendők, ehhez külön segédlet van, ezeket kell végrehajtani. Az ötödik fázis pedig az új forduló előkészítése. Ezt követően új forduló kezdődik, a fordulók pedig ugyanúgy zajlanak, a hatodik forduló végén pedig a legtöbb presztisponttal rendelkező játékos lesz a győztes. Nézzük is meg akkor részletesen a fázisokat. Az első fázis a tervezés, ekkor a kezdőjátékossal kezdve az óramutató járásával megegyező irányban haladva, mindenki felhelyezi egy akcióválasztó figuráját egy még üres Évszaktábla baloldali mezőjére. Tegyük fel, hogy ez a játékos sorrend, ez a játékos ezt választja, ez, ezt, a fehér ide jön, a szürke pedig ide. Majd fordított játékos sorrendben a másik akcióválasztó figurát is le kell helyezni. Arra a táblára azonban nem helyezhető figura, amit senki sem választott, és egy táblán nem állhat két ugyanolyan színű figura. Tehát a szürke játékos most ez a három táblak közül választott egyet, mondjuk ő ide jön, a fehér játékos ide, és a fekete játékosnak így egy lehetősége maradt, ide nem jöhet, itt már nincs üres mező, és ide se jöhet. Meg kell hagynia tehát szabályos lehetőségként az utolsó játékosnak is azt, hogy egy táblán két különböző figura álljon. Három fős játék esetén is ugyanezeket a táblaodalakat kell használni. Azonban a tervezés elején egy dobókockával dobjuk ki, hogy a játékban nem szereplő szín melyik évszaktáblára kerül a baloldali mezőre. 1-től 5-ig a táblákra kerül, 6 újra kell dobni. És amikor mindenki másodszorra is sorra kerül, akkor figyelni kell, hogy a fázis végén a nem játékban lévő szín másik figurája is lehelyezhető legyen szabályosan. Két játék esetén pedig a tábláknak a másik oldalát kell használni, ahol egyetlen mező van. Itt tehát mindegyik táblára csak egy figurát lehet felhelyezni, itt pedig a játékosok felváltva helyezik fel a figuráikat. Tehát egyik játékos sem jön egymás után kétszer. Ez tehát a tervezés fázis. Következik az időjárás fázis. Ilyenkor egy kártyát kell húzni az időjárás pakliból, és azt a kimaradó évszak táblára kell helyezni. Ha jó idő van, akkor nincs gond. Igazából nem történik semmi. De a vadkár, az esőzések, a fagy, a jégverés, az aszály gondot okozhat. Azonban csak akkor, hogyha az adott évszakhoz kerül. Ez ikonnal és szövegesen is jelölve van. Tehát, ha például a téltáblára húzzuk fel az asszályt, akkor nem történik semmi. Azonban, ha a nyártábla marad ki, és arra kerül asszály, akkor az problémát jelent. Ha egy adott évszak táblára, olyan időjárás kártya kerül, ami ott érvényesül is, akkor minden játékosnak minden egyes parcellája után el kell döntenie, hogy a parcella minőségét csökkenti egyel, vagy a mennyiséget csökkenti egyel. A minőséget úgy lehet egyel csökkenteni, hogy a parcellán lévő kocka értékét egyel kisebb értékre fordítjuk, és ha egyes értéken szerepel, akkor nem lehet csökkenteni a minőséget, mindenféleképpen a mennyiséget kell. Ha pedig a mennyiséget csökkentjük, akkor le kell venni az adott parcelláról egy hordót. Minden parcelláról külön-külön ezt el kell dönteni. Ez történik tehát az első három évszaktáblánál kár esetén. A negyedik és ötödik évszaktáblánál egy picit másképpen működik, ugyanis addigra már a szüret megtörténik, így az aktuális termést nem befolyásolja az időjárás, de a jövő évét igen, ennél a két évszaktáblánál egy ilyen korosodás kell helyezni a parcellákra, és a következő év tavaszán kell eldönteni, hogy a mennyiséget vagy a minőséget csökkentjük minden egyes parcellánknál. Ebben a második időjárás fázisban eldönthetjük, hogy védekezünk-e a károk ellen, tehát ekkor már látjuk, hogy lesz-e kár, és dönthetünk azzal kapcsolatban, hogy védekezünk -e ellene. Az első három évszakban mikroklímajelzővel lehet védekezni. sorrendben mindenki eldöntheti, hogy lehelyezze egy jelölőt, és azt ezekre a mezőkre kell lehelyezni. Viszintesen vagy függőlegesen tájolva, és ezek a jelölők minden adott sorban vagy oszlopban lévő parcellát megvédenek. Ez tehát játékostól független. Az így megvédett parcellákon nem keletkezik kár, jelen esetben ez a három parcella most védve van. Minden játékosnak kettő ilyen mikroklima jelölője van, tehát a teljes játék folyamán mindenki kétszer élhet ezzel a lehetőséggel. A negyedik és ötödik évszaktáblánál pedig úgy lehet védekezni, hogy minden egyes megvédett parcelláért egy-egy pénzt kell befizetni, tehát ennyivel kell csökkenteni a pénzmennyiségünket. Az időzítés szempontjából kiemelten fontos, hogy bár a védekezésről még az időjárás fázisban kell dönteni, de a tényleges károk a most következő akciófázisban történnek, mégpedig akkor, amikor a tényleges évszakra sor kerül. Ezt azért emelem ki ennyire, mert bizony az akciófázisban a hatásokkal, az extra költségekkel előre kell számolnunk. A harmadik fázis az akciófázis, ekkor évszakonként balra-jobbra haladva végrehajtjuk az évszaktáblákat, minden tábla esetén először a bal mezőn lévő játékos hajt végre két akciót, majd a jobb mezőn lévő játékos hajt végre két akciót, végül pedig játékos sorrendben a többi játékos is végrehajt egy-egy akciót. Így tehát tavasszal most a fekete játékos először végrajt két akciót, majd a rózsaszín játékos hajt végre két akciót, végül játékos sorrendben a szürke és a fehér játékos is végre egy-egy akciót, nyáron a szürke játékos hajt végre két akciót, majd a fekete játékos hajt végre két akciót majd a rózsaszín és a fehér játékos hajt végre egy-egy akciót játékos sorrendben, és így tovább. Három fős játékban lesz két olyan évszaktábla, amelyen csak egy-egy játékos hajtott végre két akciót, két fős játék esetén pedig mindig az egyik játékos két akciót hajt végre, a másik pedig egyet. Amikor egy évszaktáblával végzünk, minden játékos visszaveszi onnan az akcióválasztó figuráit, és a következő évszak jön, és most menjünk is végig az akció lehetőségeken. Tavasszal oltás akció hajtató végre, legfeljebb egyszer, vagy zöldszület akció, legfeljebb egyszer, illetve eladás akció, ez akár kétszer is. Az oltással két pénz befizetésével egy saját parcellát a másik oldalra fordíthatunk át, Itt például portugézer helyet Pinot Noir terem majd ezen a parcellán, mivel itt egyről kettőre változik a szőlő minősége, ezért a kocka értékét kettőre kell növelni, és egyetlen ilyen akcióval több saját parcellát is átfordíthatunk, mindig kettő pénz elköltésével. Ha pedig az értékesebb oldalról szeretnénk visszafordítani a másik oldalra a kártyát, akkor annak nincs költsége, egyszerűen csak visszafordítjuk, és csökkentjük a kocka értékét. Egy másik tavaszi akció lehetőség a zöld szüret. Itt kettő értéken lehet növelni egy szőlőparcella értékét, azaz itt például egyről háromra lehet növelni a parcella értékét. Ez azonban csökkenteni kell a mennyiséget egyel, tehát egy hordót le kell venni onnan. Egy zöldszület akcióval a tetszőleges mennyiségű parcellának növelhetjük a minőségét. És tavasszal eladhatunk. Az eladásra majd télen visszatérek, ott is lesz lehetőségre, és addigra kiderül, hogy hogy lesz egyáltalán a pincénkben bor. Nyáron építés akciót lehet végrehajtani, legfeljebb kétszer, illetve gondozás akciót lehet végrehajtani, szintén legfeljebb kétszer. A gondozás mindössze annyi, hogy akciónként akár az összes szőlőparcellánk értékét egyen növelhetjük. Nem kötelező mindegyiket növelni, de egy akcióval akár többet is növelhetünk. Ilyenkor egyszerűen állítsuk át magasabb értékre a szőlőparcellán lévő dobókockát. A másik akció lehetőség pedig az építés. Négyféle épület van a játékban. Pince, borozó, étterem és panzió. Amennyiben építkezünk, a választott épület mindenféleképpen egy saját parcellakártyára kerül, és mindenféleképpen C-típusúra építkezhetünk csak. A választott épületet egyrészt ki kell fizetni, a költség a bal felső sarokban látható, és ahogy fogynak a kártyák, a lejjebb lévők drágábbak lesznek. Mivel az épülettel egy parcellakártyát fogunk letakarni, az összes hordót vissza kell venni, ez a parcella már nem termel bort, a dobókockát is le kell venni onnan, és megvan van határozva, hogy mennyi munkás kerül rá, itt például ez az egy munkás marad itt. Azonban az étteremnél, a panziónál kettő munkást is rá kell rakni. És ennek az akciónak a keretében egy épületünket le is bonthatjuk. Ilyenkor a kártyát el kell dobni, és az alatta lévő parcella tulajdonjoga, valamint termelése visszaáll. Tehát vissza kell helyezni a dobókockát, két hordót és a munkást is oda. Amikor pincét építünk meg, akkor egyrészt azonnal kapunk kettő presztis pontot, ezt rögtön le kell lépni, valamint egy pincebővítményt. Először a négyes saját színű pincebővítményt kell elvenni, és ha már a második pincénket építjük meg, akkor az ötös jelölésűt. Ha ilyen kártyát bontunk le, akkor természetesen a bővítményt is elveszítjük. A bővítmények a saját pincetábla jobb oldalára kerülnek majd. A borozó, az étterem és a panzió nem ad azonnal semmit, de az év végén le kell szállítani adott mennyiségű bort a különböző épületekhez. Tehát ide kettő hordóbort, ide három hordóbort, ide pedig kettő, legalább négyes minőségű bort, és amennyiben sikerre járunk minden forduló végén, akkor fordulónként itt alul látható a jutalom, 7 pénz, 4 presztispont, vagy 6 pénz és 2 presztispont. Ezek voltak a nyár akciói. Az első ősztábla akciói a szüret és a vásárlás. Az utóbbit akár kétszer is végre lehet hajtani. Egyetlen születakcióval egy, több, vagy akár az összes saját parcellát le lehet szüretelni, és ez ajánlott is, ugyanis mínusz kettő pont büntetés jár minden olyan parcella után, ahol nem volt szüret az adott évben. Szüretnél az adott szőlőfajtából el kell venni egy lapkát, tehát Pinot Noir esetén ez a játékos elvesz innen egy Pinot Noir lapkát, és azt behelyezi az egyik pincéjébe. A pincerészhez egy kockát helyez, aminek ugyanakkor kell, hogy legyen az értéke, mint a leszüretelt szőlő értéke, tehát ilyen esetben kettes, és a porcelán lévő boros hordókat át kell helyezni ide erre a lapkára. Minden lapkán, minden pince részben három hordót lehet tárolni legfeljebb. Itt a másiknál olasz Rizling van, tehát egy olasz Rizling lapka kerül ide, ennek négyes az értéke, és egyetlen hordó kerül át onnan. Szüretnél összevonhatók egy pincében több parcella hordó is, amennyiben elférnek, és ugyanolyan fajtájúak és ugyanolyan minőségűek. Tehát ha egy másik parcelláról is négyes minőségű olasz hizlinget szüreteltem volna, akkor egyetlen pincerészbe lehetett volna azt rakni. És ha a pincében nem fér bor, akkor valamelyik parcelláról nem tudunk szüretelni, vagy pedig eldobhatjuk az egyik pincerészünket. Ez azonban mínusz kettő büntetőpontot jelent. Tehát a szüreteknél kerülnek át a parcellákról a hordójelölők a pincébe, immár borkint, és ősszel egy másik akció lehetőség a vásárlás. Ekkor egy még gazdátlan szőlőparcellát lehet megvenni. Ennek a szőlőparcellának egy olyan sorban vagy oszlopban kell lennie, ahol már van saját szőlőparcellánk, vagy épületünk. A vásárlás költségei C típusú parcella esetén 2 pénz, B esetén 3, a esetén pedig 5 pénz. A B parcellákon 2 illetve 3-as minőségű szőlő van. Az A parcellákon pedig 3-as, illetve 4-es értékű. A megvásárolt szőlőparcellára ugyanúgy fel kell helyezni egy munkást, megfelelő értékben egy dobókockát és két hordóbort. Mivel a megvásárolt szőlőparcella már az adott évben hoz termést, azaz lesz rajta két hordóbor, azt is le kell születelni, különben mínusz kettő büntető jár értem. Ez a vásárlás akció kétszer is választható. A következő ősztáblán is választható a szüret akció, illetve van egy házasítás akció, amit akár kétszer is végre lehet hajtani. Házasításnál tulajdonképpen kettő vagy három már a pincingben lévő bort keverünk össze. Vörös csak vörös borral lehet összekeverni, fehéret pedig csak fehérrel. Ha kettő vagy három különböző bort keverünk össze, akkor abból küvé lesz, vagy vörös, vagy fehér. A keverésben mindig egy-egy hordó szerepel, tehát például egy cvejgelt és egy kék frankos házasításából kettő hordonyi vörös küvé lesz, három különböző bor esetén pedig három küvé lesz, és ugyanez igaz a fehér bornál is. A küvék értéke pedig minden esetben annyi, amennyi a keveréshez használt borok értékének az összege, osztva kettővel. Tehát ha például egy 3-as, egy 4-es, meg egy 2-es értékű vörösborból egy vörös küvét keverünk, az 3, meg 4, meg 2, az 9, osztva 2-vel, az 4-es fél, azonban lefelé kell kerekíteni, tehát 3 darab 4-es értékű vörös küvét kapunk így. A küvének természetesen kell üres mező a pincénkben, Elveszük a lapkát és átrakjuk a házasított boroshordókat oda. Azonos szőlőfajtákat is keverhetünk, amiknek mondjuk különböző az értéke, tehát például egy kettes és egy ötös értékű portugízer keverésével, kettő darab hármas értékű portugízert kapunk, hiszen kettő meg 5 az 7, osztva kettővel az három és fél, lefelé kerekítve. De például három összetevő esetén növelhető is a minőség. Ugyanis például 3, meg 3, meg 4 értékű. Összetevők esetén az 10 osztva kettővel, tehát 3 darab 5-ös értékű hordót kapunk. Végezetül pedig nézzük meg a télakcióit, legfeljebb kétszer hajtható végre eladás és egyszer bormustra. Most, hogy már tudjuk, hogy egyáltalán hogy lesz borunk, érthetőbb lesz az eladás akció is. Ugyanis a pincingből konkrét boros hordókat adhatunk el az uniós vagy a hazai piacon, tetszőlegesen választhatunk. 3-as, 4-es, 5-ös vagy 6-os értékű borokat lehet csak eladni. 1-es, 2 ezeken a piacokon nem. Azon belül azonban bármilyen borfajtát eladhatunk. A mennyiség azonban korlátozott. Kétfős játék esetén a 3 pluszos jelölésű mezőket nem szabad használni. Itt tehát kevesebb mező áll a Egyetlen akcióval legfeljebb kettő bor adható el. És amíg van üres mező, szabadon választható, hogy melyik piacra adjuk el a borunkat. Például ez a 4-es értékű olasz ízling. eladható itt egy presztis és kettő pénzért. Ez az uniós piac. A hazai piacon pedig több presztis jár, de kevesebb pénz, tehát kettő presztispontért és egy pénzért adhatja el. Az értéket növeli, ha küvét adunk el, az minden esetben kettővel többet ad az adott kategóriában, tehát vagy plusz két pénzt, vagy Plusz két presztízs Ha pedig díjnyertes bort adunk el, tehát olyat, aminél ilyen erőlő van, akkor pedig plusz kettő pénz és plusz egy presztízs pont jár az uniós piacon, a hazai piacon pedig plusz egy pénz és plusz kettő presztízs. Ha a játék folyamán egy pincerészben teljesen elfogy az összes hordó, akkor azt a lapkát vissza kell helyezni. A piacokra helyezett hordók a forduló végéig ott is maradnak, így foglalják a helyet a többi játékos elől. Az utolsó akció lehetőség pedig a bormustra. Amikor egy játékos bormustra akciót hajt végre, akkor egy vagy két pincében lévő borát benevezheti egy versenyre. Külön kategóriában indulnak a fehér borok, két mező áll a rendelkezésre, és külön a vörös borok, ezeknél is kettő mező van. Csak 4-es, 5-ös, 6-os értékű bort lehet versenyre nevezni. És az akciót kiválasztó játékos, akár kettő borát is nevezheti, azonban kettő csak akkor küldhet versenyre, hogyha azok különböző típusúak, tehát egy fehér bort és egy vörös bort. A többi játékos pedig játékos sorrendben egy-egy bort nevezhetben, hogy egyértelmű legyen, ez nem kell azonnak a játékosoknak az akciót választaniuk, tehát az akciót választó játékos egy vagy két bort küld bormustrára, és a többi játékos csatlakozhat hozzá. A bormustrán pedig külön kategóriában, tehát külön a fehér és külön a vörös borok esetén, a magasabb értékű bor nyeri meg a díjat, és az a bor megkapja a korona jelölőt, tehát ezt oda kell helyezni, hogy egyértelmű legyen, hogy ez egy díjnyertes bor, és így lehet majd többet kapni érte az uniós, illetve a hazai piacon. Ha döntetlen alakulnaki, ki, akkor az a bor számít magasabb értékűnek, amin van ilyen korosodás erről hamarosan szótejtek, és esetben a nyertes megkapja a fődíjat, tehát egy koronát, egy pénzt és öt presztíspontot, a második helyzet pedig a vígasztíjat kapja, azaz négy presztíspontot. Azonban, ha ténylegesen döntetlen alakul ki, és a korosodás jelölő sem dönt ebben, akkor mindkét játékos a vigazdíjat kapja, ilyenkor pedig mindkét játékos borának jár a korona. Amikor bormustrára nevezünk bort, akkor van igazán jelentősége ezeknek a pincerészek alatti jelölőknek, ugyanis a megfelelő oldallal kell odahelyezni a boros hordó alá a nevezett bort, tehát ha mondjuk a kettes pincerészemből egy fehér borral neveztem, akkor ezt rakom oda, ha pedig az egyes pincerészemből neveztem vörös borral, akkor a másik oldalon vörös jelölés van, és így tudható, hogy melyik bor szerepel ott. Az akció végrehajtás után le kell venni a boros hordójelölőket, és egy fordulóban akár több bormostrára is sor kerülhet. Fontos, hogy amikor az akciófázisban valaki sorra kerül, dönthet úgy, hogy nem hajt végre akciót, és ezért vigazdéként kap egy pénzt, egyen magasabb értékre lép a pénzjelölőjével. Ha pedig valaki kettő akciót is végrehajthatna, akkor döntet, hogyha az egyik lehetőséggel akciót hajt végre, a másikkal pedig egy pénzt kap. Ha pedig valaki mindkét akciójáról lemond, akkor kap egy pénzt az egyik lemondott akciójáért, a másik lemondott akcióért pedig egy eseménykártyát húzhat. Az eseménykártyák kézbe kerülnek, és akár azonnal is kiátszható az eseménykártya, de egy körben legfeljebb egyet lehet kiátszani, és természetesen későbbi felhasználásra is megtartható. Az akciófázis után következik az évvégi teendők fázisa, ehhez tartozik egy külön segédlet. Először is minden játékos szállítsa le az épületei számára szükséges hordókat, ahogy az épületeknél mondtam, kettő vagy három hordóra lehet szükség, és a panziónál érték meghatározás is van. Emellett pedig ebben az első lépésben ki kell fizetni a munkásainkat is, amik a táblán vannak. Minden egyes munkás kifizetése egyetlen pénzbe kerül, ezt le kell lépni. Ha nem sikerül kifizetni egy vagy több munkást, akkor ha épületen áll, akkor az elveszik. A parcella viszont megmarad, tehát kocka kerül rá, és kettő boros hordó. Ha pedig parcellánál nem tudjuk kifizetni a munkást, akkor elveszik a parcella számunkra, minden saját színű játékelemet le kell venni. És itt veszélyes, hogyha egyetlen munkás őriz két parcellát, ugyanis ha ezt nem tudjuk kifizetni, akkor mind a kettő parcellát elveszítjük. Épületet pedig úgy is el lehet veszíteni, ha nem tudjuk leszállítani a kívánt bormennyiséget, tehát ha nem tudunk az étteremnél három bort elszállítani oda, ez tetszőleges összetételő lehet, akkor az étterem elveszik, és a munkás az alatta lévő parcellára kerül. A második lépésben minden olyan épületről, ahol sikerült teljesíteni a követelményt, megkapjuk a jutalmat, tehát 6 vagy 7 pénzt, illetve 2 vagy 4 presztispontot. Fontos, hogy a pince jutalma csak egyszer jár, tehát nem fordulónként. Ezt követően a nagybani piacon mindenki eladhat, illetve vásárolhat bort. A nagybani piacon játékos sorrendben egyszerre egy borból adhatunk el, vagy vásárolhatunk, és mindig legfeljebb hármat. Ez itt jelölve is van a táblán. Minden eladott bor minőségtől függetlenül egy pénzt ér, és oda kell tenni a lapkát, tehát például, hogyha kettő Pinot noir adok el, akkor ezt oda kell helyezni, hogy lehessen látni, hogy a nagybani piacon van ilyen kínálat most, és ezért két pénzt kapok. Vásárolni pedig csak olyan borból lehet, ami itt látható. Jelen esetben Pinot Noir, Portugizer és Traminia kínálat. Kettes minőségű bor hordónként kettő pénzért, hármas minőségű bor pedig hordónként három pénzért vehető, mindegyikből legfeljebb hármat lehet venni. Ilyenkor pedig elveszük a választott bort, berakjuk a pincénkbe, beállítjuk a minőség alapján, tehát ha például hármas minőségű bort vettem, akkor hármas állítom, és legfeljebb három mennyiséget lehet venni, tehát egy, kettő vagy három hordót lehet ide helyezni az kifizetése után. Fontos, hogy a küvé kizárólag az uniós és a hazai piacon ért többet, a bormustránál, illetve a nagybani piacon nem adnak érte többet. Fontos, hogy a nagybani borpiac kínálatában mindig legyen legalább egy vörös és legalább egy fehér bor. Ha valamelyikből nincs egy sem akkor ugyanúgy, ahogy a játék elején az előkészületek során dobni kell egy dobókockával, és 1-6-os értékig be kell rakni oda egy megfelelő típusú borlapkát. És ebben a fázisban az utolsó lépés az lesz, hogy a pincénkben lévő borok korosodnak, azaz minden olyan bor, aminél nincs korosodás jelölő, kap egyet, és ha egy boron a forduló végén ilyenkor van már korosodás jelölő, nem kerül rá még egy, hanem lekerül róla az az egy, és egyen növekszik az adott bornak az értéke, tehát itt mondjuk 3-asról 4-esre fog növekedni. A korosodás jelölőnek pedig a házasításnál is van jelentősége, ugyanis kettő vagy három bor keverése esetén, ha legalább egyen ilyen korosodás jelölő van, akkor az értékük összegének a felét nem lefelé kell kerekíteni, hanem felfelé. Ez azért elég sokat számíthat. Az ötödik, egyben záró fázis minden forduló végén az új forduló előkészítése. Először is vissza kell venni a hazai és az uniós piacról a hordókat. Azok a saját készletbe kerülnek vissza. Minden parcellánkon, ahol szőlőterem, vissza kell állítani a kocka értékét a kártyán szereplő értékre. Tehát itt például a 4-esről 1-esre vissza kell állítani. Az évszámlálót egyel tovább kell léptetni. A kezdőjátékost jelölő boros dugó pedig az aktuális kezdőjátékostól balra kerül. Minden fordulóban el kell dobni az évszakkártyát a kártya végrehajtása után. Ezt követően pedig új forduló kezdődik, a tervezés, az időjárás, az akciók, az évvégi teendők és az új forduló előkészítése fázisokkal. A hatodik forduló végén a játék véget ér, ha valaki nem védekezett a negyedik és ötödik évszaktávlakár eseményénél, akkor a játék végén veszít egy pontot minden saját szőlőparcellájáért. A borok korosodását már nem kell végrehajtani, Bármennyi eseménykártyát ki lehet még játszani, minden egyes saját területünk, akár szőlőparcella van ott, akár épület, egy-egy pontot ér még a játék végén. Továbbá minden három megmaradt pénz még egy pontot ér, és aki a legtöbb presztis rendelkezik, megnyeri a játékot. Döntetlen esetén az érintettek közül az nyer, akinek több A-minőségű szőlőparcellája van. További döntetlen esetén pedig meg kell nézni a B minőségű szőlőparcellák számát is. Ha pedig még így is döntetlen áll fenn, akkor az érintett játékosok mind győztesnek számítanak. A szabálykönyv végén pedig néhány eseménykártyához külön megjegyzések vannak. A küvé egy kifejezetten komoly tervezést igénylő játék. Nagyon fontos az akcióinknak a megfelelő ütemezése, és mivel minden sorra kerülő évszakban legalább egy akciót végre tudunk majd hajtani, a fordulónkat jól meg tudjuk tervezni, természetesen figyelembe véve a többi játékos lehetőségeit is. A játékelemek szépek, minőségiek, az összkép látványos. Aki szívesen játszik összetettebb játékokkal, tetszik neki a téma, a körítés, tegyen bátran próbát a küvével. Örülök, hogy erre jártál és megnézted ezt a videót. Amennyiben érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod, és feliratkozol a csatornára. Ha pedig támogatni szeretnél, látogass el a D3 Meeples Patreon oldalára.